Sziasztok, laktanyavadászok! Ma is sétánkat tényen tesszük meg. Egy nyavás rakétaharcálásponton. Egyből itt a kapunál be is nézünk a trafóház maradványaiba. Szerintem ezt a képet sokat láthattátok már neten. Nagyon sok látnivalónk lehet, hogy nem lesz, mert emlékeim szerint szétfordul minden. Itt is, meg elég nagy a növényzet. Tehát trafóházban annyi maradt. Elindulunk befelé. Kerítésben nagyon sokat meghagytak. Egész itt a bejárat nem van csak. Na, néhai kapuszolgálat. Itt keletben menni volt egy kis járdaút, meg egy épület, néha, valaha. Van itt kocsiforgalom, viszont rendesen azt nézem. Elindulunk szépen. Itt egyszer voltam már, késő nyáron, nagyon kora össze, mondjuk így augusztus vége, szeptember elejé környékén valamikor. Hát, nagy növényzet miatt nem sok mindent lehetett látni. Elméletileg ezt is paintballozásra használják nagyjából. Azért már állítom meg a kamerát, mert picike társ. Hamar végig sétáljuk, körülbelül szerintem 4 óra 20 perc alatt én körbe megyek rajta teljesen. De látom, itt most vagdostak fákat, tehát nagyjából elkezdték rendbe szedni. Én annak örülnék nagyon, hogyha megtalálnám azt az utat, ami levezetett a P15-ös lokátorhoz. Múltkor itt voltam, esélytelen volt, hogy megtaláljam, annyira benőtte már a növényzet a út helyét. Nem is láttam, merre van. Próbálom kitalálni, hol lehet. Mindegy, közben mindjárt megérkezünk a első TZM fedezékhez, oda-vissza bejárati út. Itt a egyik TZM fedezék. Ez teljesen hagyományos felépítésű nyava állás. Tehát úgy értem hagyományos, hogy egy kaptafára ment mindegyik kinézete minimális változtatásokkal. Itt ami volt, az az, hogy panelekből rakták össze az egészet. Itt is biatorbágyon. Nem beton öntöttök ki. Hát a több ilyen téglarakás az már utólagos kreálmányozás itt. Itt egy picit benézek, mert elméletileg, mintha itt lenne az út. Jó, egy pillanatra megállok, benézek ide. Hát kedves laktanyavadászok, megért a dzsuncsásba másznom. Ugyanis itt van P15-ös fedezék. Azt nem vállalom, hogy itt bemegyek, megnézem a óvóhelyet is. Mert hogy annyira, de annyira sűrű itt a növényzet meg a bokor már, hogy jól sejtettem, hogy nem lehet ide majd bejönni máskor. Ugyanúgy néz ki egyébként, mint a biatorbágyi. Tehát ilyen panelekből összerakva, betonpanelekből. Hát itt most nem vállalom, hogy tovább bemegyek. Tüskék között nagyon sűrű ott már. Akkor látszódjon, hogy hol jöttem be. Itt meg közben a kábel csatorna meg a cikló felé, arra megpróbálok majd meg elmenni. Nem veszem közben, mert elég nehézkes itt bejutni. Hát szóval itt jöttem be. Ugye nem látjátok ti se? Nehéz. Itt volt befelé egy út valamikor, hogy megint egy pillanatra megállok, meg kimászok innen. Ciklónál folytatom.
Na, kedves laktanyavadászok, kicsit elkalandoztam. Gyakorlatilag bemásztam még a cikló fedezék mögé, a tisztásra egy kicsikét. Mindjárt mutatok érdekességet, hogy mik vannak. P15-ös fedezék. Tetején állok gyakorlatilag. Onnan állt be ide a lokátor. Hát így szép innen. Megnézem majd, hogy merre tudok menni még, aztán mutatok egy-két dolgot, mert ott nem biztos, hogy arra a dzsuvába megyek vissza. Lehet, hogy módosítok az útvonalon. Itt is lehet látni egyébként, hogy panelekból itt minden összerakva, itt és biatorbágyon. Minden egyes darab panel. Na, egy kicsit elköszönök megint, mindjárt folytatom. Neked is laktanyagban, azok kimásztam újra ide a tisztásra. Vissza. Valaki szépen karban tartotta. Ott látjuk a lőszerraktár maradványát. Vagy valami raktárhelyiség volt, lehet, hogy nem lőszerraktár. Azt rám szóltak, hogy ott nem volt olyan méretileg annak felelve. Egyébként arról jöttünk. Ott arra felé van a P15 fedezék. Most arra ott van a ciklófedezék. Erre eljövünk még. Itt sem volt ÖV2, hogyha jól tudom. Csak egyszerű betonkerítés, vagyis egyszerű drótkerítés, amin ki is jöttünk most. És az is egy valaki, amutatok valamit majd innen egy pillanatra. A dupla kerítés meg volt egyébként, csak ÖV2 nem tartozott hozzá. Tudjátok, mit nem találok? Őrbódét. Elvitték. Ugyanis itt állt egy őrbódé. Emlékeim szerint lehet, hogy ezt arrébb volt. Mindegy, itt azért jöttem ki. Kicsit a Pilisbe lehet gyönyörködni. Ami igenis nagyon szép. Aztán kellett találni, hogy mellék egy csúcson, mert errefelé lesz majd a Pilis-Szentkereszti társ. Na mindegy, megyünk tovább, visszakavarodunk az útra. Egyéb iránt még egy valamit találtam, amit megnézzünk, ha tudunk. Lehet, hogy meg fogok állni majd ismét. Még talán sok látnivaló nincs a prérin egyelőre, jó? Amint lesz valami, akkor szólok. Sziasztok! Kedves laktanyavadászok, itt fölmásztam egy fedezékre, amire nyáron azt hittem, hogy P18 éme. Akkor voltak az, hogy nem lehetett látni, mi van itt. Kicsit liegek még. Jelentem, megtaláltam a lőszerraktárat. A másik épület, amire mondtam, hogy lőszerraktár, az ami az sima raktár lehetett. Majd amikor innen lemásztam, elég veszélyes. Utána indítom a kamerát és kifelé megmutatom, hogy jöttem be. Nagy érdekesség nem lesz benne, kintről még majd kamerázom ezt. Méret alapján viszont tényleg az. Nem, mindjárt folytatom. Ja, lejöttem ott a dombról. Hát lentről most ennyi látszik. Innen volt a bejárata a lőszerraktár fedezékenek. Kifelé itt kell menni. Na most itt érdemes megjegyezni, hogy ez is azon társok közé tartozik. Bocsánat, kicsit billeget meg. Tehát látszik, hogy itt jó mérő föl kell még mennem. Tehát egy közel méter meg kivonásva itt végig. Ezt kérem szépen, azért van, mert ez a társ is azok közé tartozik, ahonnan eladták a járólapokat, betonjárólapokat, és alatt a murvát is felszedték. Na itt még van mellette valami kis betonplac, itt is valami kis raktárszerűség lehetett. Azt már sikerült nyáron is lefotóznom. Na akkor innen visszamegyünk. Mert érdekesek kedvéért, itt valamit megmutatok, és utána a kettes TZM fedezékhez fogunk kérni.
ismeritek a nyavatásoknak a kialakítását, akkor sejtitek, hogy ezt a kis rövid egyenes szakaszt hagytam, amely 1-től 2-esig átmegy. Itt is ki lehet nézni. Gyönyörű a kilátás, körbe teljesen. Na, amit akarok mutatni, itt, amely nem állítottam meg a kamerát, nem sok gyaloglás volt, ugye? Innentől lehetséges, hogy folyamatosan veszek majd. Megérkezünk egy érdekesen betonozott paszhoz. A fölnézetből megnézzük, egy 8-as tábrázol. Itt ez inkább ilyen kocsi út, szélességű, az a része is. Középen is van egy bevágás, a végén meg csak egy gyalogútszerű vékony. És úgy alkot egy 8-as, mert összesen keresztben 3 út van. Közte kis placok. Na, mik lehettek itt? Sokat gondolkodtam. Egyszer munkában menet láttam, elkezdtek bontani egy gyors szerkezetes épületet, és megláttam ezt a 8-as betont alatta. Onnantól egész ideig véget, úgymond a földes területen egy ilyen gyors szerkezetes, én csak papírháznak becézem. Tehát ezekkel a, hogy is mondjam, mikkel palával beborított ilyen gyors szerkezetes épület volt. És ott a földes rész valószínűleg nem földes volt, hanem vagy csak soder, vagy aszfalt valami, mert elfogyott. Na, itt megmutatom a kedvencemet. Itt megy egy lépcső valahova. Még most sem tudjuk megnézni, hogy hol. Akkora növényzet, hogy ott el is vesztünk. Ott el is vesztünk. Na szóval, majd itt sem kell megérni, hogy esetleg erre jártok. Innen is ellopták a... Hogy ellopták, nevezők nevén ellopták a betonjárólagokat. Itt a beton megmaradt ugye ez, mert ez meg lesz a beton értelme feltörni. Szóval itt valami gyors szerkezetes épület volt, amit raktárként használhattak. Aztán innen jövünk egy kis úton. Valószínűleg tartom, hogy valaha volt rendes út is, de nem biztos, hogy itt. Nem biztos, hogy itt Tiferdén jött ki az út, hanem valahogy picit arra volt bent a dzsungzsásba, és volt ott még valami. Alátámasztja azt, az is, hogy arra van egy előszeraktár, arra van még egy betonplasz, hogy egyenesbe mennénk. Nem szépen kitakarítottak itt. Na, itt még egy érdekességet lehet látni. Újítják fel a Pilis Csabánál lévő vasútvonalat. Nem tudom, hogy ez mindegyik onnan származik, ettől a fák, de a betonok múltkor nem voltak meg, itt csak a fák. Ha jól emlékszem. Ide hordják valakik. Na. Ez itt a kettes TZM fedezék. Úgy az aljától szembe állunk úgy, hogy mondjuk előttünk legyenek a rakétaöndítálásoknak a U-alakú útja, akkor ez a jobb oldali TZM fedezék. Én neveztem ezt egy betevezeték alakúnak, mert olyan nem. Kicsik két az alakja ezeknek. Hát két oldalt a két TZM, mint a két pete. Na most elindulunk visszafelé. Ez az út, amit előbb kihagytam, ez a fő út. Túlsó végére jöttünk be, csak ott lekanyarodtam ugye a P15-ös lokátor felé. Közben nézelődök, hogy látok-e valamit. Vannak rajtam kívül is itt, hogyha jól hallom. Igen. Aha! Most lehet látni jól, itt volt valami üzemanyag töltőállomás, szerűség. Ezt nem lehetett látni ám nyáron. És itt a másik út, ez teljesen be volt nőve, ezt kitakarították szerencsére. Na, innen ment az út a prérire. Tehát nem, innen kellett, hogy menjen mindenhova az út, minden részhez. Szóval itt van az a raktárépület, ami akkor nem tudok milyen raktár lehetett. Szerintem üzemanyagosoknak lehetett valami raktárjuk. Na kérem,
Szemben látjuk már 10-es épületnek a maradványait, de egy kicsit most másfelé megyek még, jó? Megteszünk az ú alapon egy kört. Lássuk, hogy milyen állapotok vannak. Már ez most aránylag rendben van rakva. Szinte egy kicsit félek, hogy itt a emberektől a hangját hallottam. És ezen a környéken azért népcsoportok igen vegyesek, hogy úgy fogalmazzam szerintem. Úgy látszat alapján. Szóval itt már nincsen út. Tehát betonjárd. Legalább 48-as lábú volt, aki itt elment. Azt nézem közben. Szóval itt a betonunk már felszedve. Kellett másra. Jönnek már fiatalok, úgyhogy... Hát itt most végig sétálunk. Aránylag rendbe rakták itt. Akkor a ősnövényzet volt már. Nem lehetett sétálni itt szinte. Na, amit érdemes megnézni, rügyeznek már bokrok. Tehát nagyon jókor jöttem. Ennél már lehet egy héttel is később jövök, már burjánzott volna nagyon. Szóval itt bejövök valamiért, mert valami itt van. Ugye? Nagyon szépen kitakarították. Tehát úgy egy kitakarították, elkezdték rendbe rakni, inkább úgy mondom. Valamennyit fogunk látni belőle, hogy mi is van itt. Mire mondtam, valami itt van. A nyelvás ez már tudja, hogy ismeri a nyelvákat, hogy ez bizony egy rakétakilövő állás. Ott van íme. Itt semmi különlegesség nincsen. Ebből van ugye 4 darab. Földcsánc körbe. Arrafelé is még tart egy picikét. Aki látta már gyáli felvételemet, ott nagyon szépen lehet látni. Közben itt összeismerkedtem a bokorral, amilyen utána már elhagytam végre. Jó hosszan be kellett menni, látszólag. Na, menjünk tovább. Hát az illegális szemetlerakás itt is üzemel. Arra leszek kíváncsi, hogy harcolás pont tetejére föl tudunk-e menni. Nyáron nem sikerült. Akkora volt a növényzet, hogy a feljáró utat nem is láttam. Itt megy a kábelcsatorna a indítóálláshoz. Volt olyan hely, Fóton például, ahol a kábelcsatornák kellettek embereknek, és azt végig főszedték mindenhol. Arra nagy szükségük volt. Ott a betonlapokat csak egyet-egyet szedtek fel, amit muszáj volt. Innen teljesen eltakarították. Na, ahogy látom, az minden egyben nem lehet még mindig bemenni. Itt lenne a következő indítóállás. Mögötte. Ugyanazt látjuk, mint a másikban. Idáig már nem jutott el a tulaj, hogy... Vagy az önkormányzat, nem tudom, ez ki. Tehát... Itt kellene bemenni a következő indítóálláshoz. Nem ekkora út volt így járul, aki teherautó fér be. Rendesen, kényelmesen úgymond. Most oda nem megyünk be. Ugyanaz, mint az előző. Következő kábelcsatorna. De jó lenne, hogy fel tudnánk menni, mert itt lenne a főjárat valahol. Hamarosan. Itt kellene lenni. Olyan az elrendezése, mint a többinek. Már pedig olyan szokott lenni. Na kérem. Itt eltorlaszoltak egy utat. Bejöttünk azért. Hát errefelé. Valahol egyébként két indítóállás között vagyunk. Tehát arra van egy pont, annak a szélén megyünk, adomnak a szélén. Itt van egy, hát oda nem mászok be, mert nagy a növényzet, a másik irányba is be tudnék mászni. Darabig, de ott is nagy a növényzet. Hát, itt csak egy kis kitérőt tettem, elnézést. Na, hol mentem be? Itt erre. Viszont... Aha.
Tehát föl, mert mindig nem fogunk menni. Itt ugye egyből szúros bokor hegyek, meg minden, belerámolva egy csomó. Nem vállalom, hogy átvergődök-e között. Ez panoráma képér. Ha egyáltalán tudnék, mert azért van növényzet már itt is, tehát lehet, hogy fönt is csak a fák koronáját látom. Egyébként már túl vagyunk a Ugalakútnak a felén. Tehát ott a lefejáról van az a felepont. Aggasztanak ezek a hangok, amiket hallok. A következő kábelcsatorna itt érdekes, mert két irányba megy. Innen megy el a P15 felé is. Itt, amit mondtak nekem, hogy itt a P15-öt gyakorlatilag nem oda rakták, ahol a kiépített helye volt. Mindjárt meg tudjuk, hova itt volt egyébként még egy bandójárat, a harmadik indítóálláshoz, hanem mindegyik úgy néz ki, mint az első. Na, itt még az eredeti állapotokhoz hasonló van, úgy már, mint az őszihez képest. Hát ekkora növényzet volt itt. Itt is már nyírják. De van eszelősen nagy. Na hát, hogyha akarunk, akkor itt fölmászhatunk egy kicsikét. Remélem fel tudok menni, nem csúszok össze. Nem is állítom le, halljátok, hogy szenvedek és lélegek. Na szóval, csak feljöttünk. Kilátás miatt érdemes. Lent a harcáláspont. Mindjárt megnézzük. Háttérben a 10-es épületnek a maradványa. Oda bemegyünk majd. Emlékmű helye. Itt nem tudom, miért volt ekkora ilyen beton. Mindegy, onnan jött valahol. Két feljáró is volt ezeken. Arra felé az egyik, és arra felé a másik. Mert feljött a kocsi, felhúzta ide az UMV-t, az való itt állt. Ott vannak közben szellőzők, vészkijáratok. Nem megyek be most a dzsúvában, nem maragszatok. Hát ennyi nagyjából a hápnak a teteje. Innen csinálok egy látképet még az úgy, hogy megállok egy picit. Na, kedves laktanya vadászok, lejöttem. Szóval itt volt egy emlékmű, lehet olyan fényképet találni interneten, ami még rajta van a talapzaton rendesen, tehát még úgy régi békebeli. Nem volt csúnya. És itt van a háp. Hát amit látszik, itt is valami egyedi célokra átalakították. Nem megyek be, mert úgyis sötét lesz bent. Fotóalbumomban minden megtalálható róla. Menjünk itt be, még egy indítóállást meg tudunk nézni. De majd mutatok még egy érdekes dolgot, ha már erre járunk. Itt volt a 4-es számú indítóállás. Kábelcsatornáját átlépjük. Nyomokban még látszik az aszfaltozás. Vagy múrva, vagy inkább múrva volt ez. Nem tudom eldönteni, mert vannak sötétkék kavicsok is. Tehát amit az aszfaltozáshoz használnak. Na, ez van, ez szép nagy volt, és akkor mint ígértem, mutatok még a mi érdekességet. Ugye itt ezt a tást valamiért úgy csinálták, szerintem az a legelső között épült még egyéni véleményem, hogy akkor még csak P12-es lokátor volt, és annak csináltak egy darab állást, amit én P15-nek neveztem az egybeállás miatt. Nem tudom, nekem ez így a logikus, hogyha egybeálló P15, ha két beálló, akkor P18 vagy P12. Ugye. De itt kitalálták, hogy elég az egyes egymás mögé állnak a kabinak a P12-nél is. P15 ugye meg az egyszem kocsijával befér. Most amerre sétálok,
Az egy érdekes hely lesz. Ugye itt csak egy lokátor felezők oldalt, a másikat, amikor megérkezett a P15, azt is kellett volna rakni. Biatorbágyon ezt úgy oldották meg, hogy gyakorlatilag, hogy is mondjam, tehát ahol itt a két térzén fedezék van, mondjuk, tehát úgy kezdődik, hogy úgy voltak a két lokátor fedezék. Ott egy kicsit más, a helyének a igényei mást kívántak, hogy másképp rendezik, mert az egyetlen, amelyik nem standard kialakítású. Na most elkalandoztam, na mindegy. Szóval csak ide valóban beálltak a P15-ös lokátorra, itt volt egy út. Nem megyek most újra bejjebb, előbb besétáltam, megmondom őszintén, eléggé tele van bokrokkal, de nagyjából megtaláltam a placot. Semmi más nem volt, csak egy plac. Tehát itt nem volt megerősítve betonnal. És innen állítólag jól látott mindent a lokátor. Másikban már 18-as volt be, tuszkolva. Úgyhogy gyakorlatilag egy, annak a négy kabinjából egy átbent, a másik három meg előtte. Nagy vonalakba itt úgy állt. Tehát annál beton fedezék nem itt. Nagy nehezen még az elején megtaláltam, hogy elég nehézkes fedre tudtam mászni. Aminek örülök, mert késő nyáronkor ősszel nem tudtam. Na és akkor itt ezen megmutatok egy valamit. Már kezdenek zöldelni a bokrok. Tehát itt egy-két hét és járhatatlan lesz megint minden. Haladjunk tovább. Még a végén rámesteredik megint. Itt valószínűleg ezen a placon még valakuló tér is lehetett. Egy kicsike. Mi más kellett volna. Még úgy távolabbra is visszafordulok a harcáspont felé. Nagyon elcsúfítják azok a téglák ott. Szomorú látvány. Szomorú látvány. Na, menjünk vissza. Úgy. Na, itt egyébként valamennyi murvát sikerült hagyniuk. Tehát érdekes, nem ásták fel itt a murvát az U-alakú úton. Ellenben Lomhegyen például ott nagyon kiásták. Ott nagyon-nagyon. Na. Nyáron nem tudom, ezt mennyire láttam, szerintem nem sokat láttam belőle. Víztározók. Itt, amit eddig nem találtam meg, az a pöcegödör. Gyakorlatilag. Hát ez telekommunális szeméttel, nem sok látszik belőle szerencsére. Gyakorlatilag ezekben a laktanyákban nem jött fel vezetékes víz általában. Amelyik nagyon közel volt lakott terület, ott jött. Azért voltak ilyen tartályok mindenhol. Itt jött ki a víz. És akkor utolsó kis helyszín. Nem kell megérni, csúnya lesz a látvány itt is, sajnos. Amit tudni kell, itt ugyanolyan volt a tízes épület, mint Biatorbágyon, tehát nem a megszokott T alakú, U alakú körülbelül. Itt először, amikor megláttam ezt, azt mondtam, hogy L alakú volt itt, csak mert csak a bal oldalt van egy szára, amit már elbontottak. Külök megmaradtak, valószínűleg ez a vizes bolt, vagy a konyha rész lehetett valami, vagy a érkező rész, nem tudom. Túloldalt, hogy ugyanilyen van. Jóba kell becsinálni ezt az épületet, ebből már csak ez az egy van. A Biatorbágyot már dozerolták sajnos. És középen volt itt a bejárata. Minden. Bejöttünk, hát ugye széthordva, szétlopva, életveszélyes állapotban van. Hiányoznak belőle dolgok. Tűzrakás az ment. Ott lehetett kimenni a, vagy átmenni a únak az egyik szárába. Itt nem tudom, melyik helység mi lehetett egyébként, tehát felismerhetetlen. Itt is kerámia van rakó, hogy az a metlakiszerűs egy része meg, de nem, végig kerámia, csak onnan látszik. Hát ugye a zuhányzót megismerjük. De ez inkább valami tiszti dolog lehetett.
Itt valami raktár lehetett kintről. Egyébként, szerintem. Nem. Hátrafelé is folytatódott ugyanúgy az épület. Akkor bocsánat, az U-alakot egy kicsit felülbírálom. H-alakú. H-alakú. Na ez Biatorbágyon nem is lehetett látni, hogy hátrafelé is folytatódott. Ott lehet, hogy tényleg csak U volt. Bajonos kedvű ember. Na menjünk, nézzük meg a többit is. De egy-két fotót majd meg akkor itt lehetünk, úgyhogy majd valamikor meg fogok állni. Itt azért van mennem felsz, ma a tartógerenda is levegőbe lóg. Múltkor még csak kettő volt leszakadva, itt ez egy újabb leszakadás. Nem, nem akarom itt ezt kommentálni. Nem magától dől össze, azt azért hozzáteszem. Na ez lehetett a legénységi vizes blokk. Két zuhany. Tehát akkor ez egy H alakú épület volt. Na, ezt jó tudni. Jó tudni. Hátrafelé rövidebb volt a szár, mint előre. Legalábbis az egyik oldal. Lehet, hogy ezt előre is rövidebb volt az egyik. Nem, mert Biatorbágyon meg egyforma volt a két oldal, de hátrafelé nem is emlékszem, hogy láttam volna. Viszont, amit itt eddig nem láttam, az a kémény. Hogy hol volt. Bián meg volt, ugye? És meg még pedig Bián. Itt volt a kémény. Azon az épületnél, de volt felépítve. Aha. Lehet, hogy itt árammal fűtöttek. Volt a hely. Meséltek nekem arról, árammal ment. Na mindegy. Erre felé is voltak helyiségek, vagy helyiség, nem tudom micsoda. Hát itt végig. Ez hatalmas épület volt. Egy kicsi maradt csak mindig. Picit leteszem, mert fotóval prátozok. Hát kedves laktanyavadászok. A videózást itt ebbe a társam befejeztem. Nagyon sok mindent nem tudok már mutatni, úgyhogy lassan ilyen el is köszönök költek. Még itt teszek egy kis kört a tízes épület előtt bejáratánál. És akkor veszem az útirányomat arrafelé. Köszönöm, hogy végignéztétek a videózásomat. Készítem nektek nagy örömmel a következőt. Köszönöm szépen, sziasztok, legyetek jók!